2015. június 19-én elhunyt Basa István galgahévízi kántor, aki csaknem 60 évig szolgálta a galgahévízi katolikus egyházközséget. A gyászoló közösség június 25-én búcsúzott el tőle. A nagy sikerű belvárosi napok változatos vasárnapi eseményei is óriási tömeget vonzottak az Alsóparkba szeptember 13-án Gödöllőn. Délelőtt kutyás rendezvénnyel, délután pedig gyermekprogramokkal, kulturális előadásokkal, szakmai beszélgetésekkel, könnyű zenei koncertekkel várták a látogatókat. 2015. szeptember 19-én már 12. alkalommal szervezték meg a Görhöny Fesztivált Kistarcsán, mely ezúttal nem csak a délelőtti Tulipán országos szlovák folklór találkozóval, de a városnappal is összekapcsolódott, hiszen a település idén ünnepli várossá nyilvánításának 10. évfordulóját. Október 10-én nagyszabású gálaműsorral ünnepli meg a Szadai Népi Együttes a Szadai Hagyományőrzés 40 éves jubileumát. A csoport tagjai már hetek óta nagy igyekezettel, sok-sok próbával készülnek az ünnepi gálaestre.